Köszöntöm a nézőket! Lassan véget ér 2018, Bátaszéken is megtartották már az utolsó képviselőtestületi ülést, és Bozsolik Róbert polgármesterrel tekintünk most vissza az elmúlt egy évre, a magunk mögött hagyott esztendőre. Köszöntöm, polgármester úr! Mit lehet elmondani, hogyan, milyen kondíciókkal vágtak neki az évnek, és ahhoz képest mi teljesült, vagy mi látszik most? Hát én is köszöntöm a televízió nézőit. Hát amikor nekiálltunk a 2018-as esztendőnek, akkor talán úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen kicsit könnyebb, lazább esztendő lesz. De itt néhány nappal az év vége előtt, hát be kell férfiasan lássuk, hogy ez egy igen kemény év volt a város életében. Próbáltuk ugyanazokat az elvek mentén működtetni a várost, amit a korábbi esztendőkben. Próbáltunk közösségben gondolkodni, próbáltunk az együttműködést erősíteni, és természetesen a közösségépítés volt továbbiakban is az egyik fő cél. A városnak 2015-ben egy elfogadott gazdasági cselekvési programja készült, illetve azt elfogadtuk, és hát az alapján dolgoztunk 2018-ban is. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 éves működésünknek egyik erőssége is ez volt, hogy ezen zsinór mentén haladtunk végig, és hát ebben a 18-as esztendőben is azokat a célokat, elképzeléseket próbáltuk megvalósítani, amit akkor megfogalmaztunk. Talán az előre gondolkodásunkat bizonyítja, hogy nem nagyon kellett ezen korrigálni. A 18-as esztendő költségvetési szempontból egy különleges és rekordévnek számít, mert soha ekkora költségvetése nem volt a városnak. 2,5 milliárd forintból gazdálkodtunk a 18-as esztendőben. Ez az elnyert pályázatokból adódik? Így van, tehát egy átlagos évben természetesen nem ekkora a költségvetési főösszegünk, de ebben mintegy 1,1 milliárd forintnyi olyan összeg szerepel, ami pályázati forrásokból gazdagította az ezévi költségvetést. Számítottunk idén is helyi adóbevételekre, jól teljesültek, jól becsültük fel a helyi vállalkozások erejét, mintegy 290 millió forint folyt be a költségvetésbe, befolyt a TET-től biztosított mintegy 80 millió forintnyi támogatás. Az állami támogatások egy kicsit jobban alakultak a tervezetnél, mert 430 millióval terveztünk, és a 470 millió forint körüli összeg folyt be a költségvetésbe. Tehát most itt néhány nappal az év vége előtt látszik, hogy azok a számadatok, amiket bevételi oldalon terveztünk, azokat tudtuk is hozni, és talán ennek is köszönhető, hogy ez az év is egy igen stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást eredményezett. Ebből viszont az intézményrendszerüket is fenn kell tartani. Ez hogy sikerült? Igen, tehát alapvetően minden egyes költségvetésnek egyik fő alapelve, hogy stabil intézményi működtetést próbálunk biztosítani. Ez ebben az esztendőben is sikerült, és most tényleg néhány nappal a vége előtt látjuk, hogy a rájuk bízott forrásokat igen magas szakmai színvonalon használták fel a városlakók életében. Nekünk már egy kialakított intézményi struktúránk van, ezen nem kellett változtatni. Társulásban tartjuk föl a gondozási központunkat, több településsel, illetve a városi óvodánkat, ehhez a források rendelkezésre álltak. Közművelődés, illetve közgyűjtemény terén van egy kis városi könyvtárunk, a Keresztény Gyula Városi Könyvtár, azt is tudtuk működtetni. Illetve hát két gazdasági társaságot is fenntart a város, mind a kettő 100%-os tulajdonban van. Bátkonf Kft. A városüzemeltetés terén látja el a feladatokat, a rájuk bízott forrásokat is jól használták föl, illetve a kultúra, a kommunikáció, marketing terén pedig a Bátaszékét Marketing Kft. Tevékenykedett. Mind a kettő gazdasági társaság üzleti tervét több alkalommal felülvizsgáltuk itt a 2018-as esztendőben, most a legutolsó testület ülésen is, és úgy tűnik, hogy jól becsültük fel a gazdasági társaságok működését, illetve a működésükhez szükséges forrásokat, mert kisebb kiigazítással, de úgy látjuk, hogy jól fognak zárni, és adott esetben még egy kis nyereséget is tudnak produkálni a városnak. Mi viszi el a legtöbb pénzt? Azt lehet mondani, hogy a szociális rendszerre költik a legtöbbet a városban? Nem erre költjük a legtöbbet, de mindenképpen figyelünk arra, hogy a több éve kialakított szociális háló az szoros legyen, azaz senki ne kerüljön perifériára. Nagyon jól működik az ellátórendszer, a felügyeleti rendszer, a jelzőrendszer a szociális téren, hiszen a gondozási központ munkatársai, az óvoda munkatársai jól együtt tudnak dolgozni, de az egészségügyi ellátás terén dolgozók is, akár a védőnök, vagy a házi orvosok is jól bekapcsolódnak ebbe a rendszerbe. Így
Azt tudom mondani, hogy az a mintegy 30 millió forintnyi összeg, amit szociális ellátásokra költ a város, ezzel azt tudjuk biztosítani, hogy azok a családok, akik valóban szociálisan rászorultak, azok is a lehetőségekhez mérten minden olyan támogatást megkapjanak, ami ahhoz szükséges, hogy ha minimális körülmények között is, de az életfeltételeiket lehessen biztosítani. Sőt, azt gondolom, hogy ebben az esztendőben talán országosan is egyedülálló új programot vezetett be, illetve biztosított a város. Nevezetesen a nyár folyamán biztosítottunk 12 000 forint téli rezsicsökkentési támogatást is önkormányzati forrásból mindazon családoknak, akik a tavaszi kormány által biztosított programból kimaradtak. Így augusztus végére Bátaszéken nem volt olyan család, aki ne részesült volna téli rezsicsökkentési támogatásban. Ez nagyon nagy vívmán volt, erre a város mintegy 4 millió forintot biztosított. Egészségügyi ellátás, és akkor itt majd térjünk ki a védőoltásokra is, mert abban is különleges Bátaszék. Így van, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bátaszéken az egészségügyi alapellátás feltételei maximálisan biztosítottak. 4 felnőtt háziorvosi körzetünkben mindegyikben van háziorvos, gyermekorvosi körzetünkben szintén, és hát ebben az esztendőben véglegesen meg tudtuk oldani, hogy mindkét fogorvosi körzetünkben is szerződéssel, területi ellátással működő orvost tudtunk a város lakók számára biztosítani. Ez egy nagyon nagy könnyebbség számunkra. Tett is ezért valamit a város? Tehát ad valamit pluszban az orvosoknak, amit mondjuk máshol nem kapnak meg? Alapvetően mi a rendelőt biztosítjuk számukra térítésmentesen. Egyéb feltételrendszerben nem adunk plusz segítséget a házi orvosok részére, viszont szerveztünk egy olyan központi orvosügyeleti ellátást, mi nem tartozunk a Szekszárdihoz, hanem néhány településsel közösen, amiben adott esetben megfelelő forrásokat tudunk biztosítani az ő plusz munkájuknak a díjazásáért, és hát ez számunkra egy nagy biztonságot jelent, hiszen 7 településen adott esetben a nap 24 órájában, szinte fél órán belül, amennyiben nem mentőellátásra van szükség, hanem egyéb házi orvosira, ott tudunk lenni és el tudjuk látni a betegeket. A védőoltás, igen, ez is egy kuriózum, én úgy gondolom, nem csak a megyében, hanem országosan, hogy 2 védőoltás tekintetében önkormányzati támogatást biztosított a város, mind a rota vírus elleni védőoltás tekintetében, mind pedig a bárányhimlő elleni védőoltás tekintetében. Mintegy 1 millió forintnyi forrást került felhasználásra az érintett családok részére. Volt olyan család, ahol egy, de volt olyan család, ahol mind a 2 védőoltást a város finanszírozta. A szakmai vélemények az, hogy így a szakmai vélemény az, hogy az átoltottság ilyen tekintetben nagyon sikeres volt, tehát akár bárányhimlő tekintetében, akár rotavírus tekintetében az érintett korosztály szinte 100%-ban védetté vált ezen betegségek ellen, és ezt természetesen folytatjuk 2019-ben is. A társadalmi szervezeteknek milyen szerepe van a város életében? Hát mi nagyon-nagyon építünk a társadalmi szervezetekre. Ahogy említettem is, hogy az együtt gondolkodás az egy fontos cél volt 2014-ben, amikor ez a képviselőtestület átvette a város irányítását. Mi folyamatosan kommunikálunk a társadalmi szervezetekkel annak érdekében, hogy az általunk meghozott döntések visszacsatolását mindjárt ki tudjuk értékelni, és adott esetben ne a ciklus végén mondjanak véleményt a mi tevékenységünkről, hanem menet közben próbáljuk korrigálni azokat a adott esetben hibákat, amelyeket elkövetünk, vagy menet közben tudjunk reagálni azokra az igényekre, amelyek a városlakók részéről megfogalmazódik, és ugye ennek egyik legegyszerűbb becsatornázása természetesen a társadalmi szervezeteken keresztül tud történni. Mintegy 32 társadalmi szervezet működik a városban, tehát igen, színes és szerteágazó tevékenységgel dolgoznak a város érdekében. Természetesen itt az erkölcsi válveregetésen felül egy kis támogatási rendszert is kialakítottunk 2015-ben, és mintegy 16 millió forint kerül felosztásra a társadalmi szervezetek között. Egyenlő arányban tudják elosztani, tehát mindenki egyformán kap, vagy azért súlyának megfelelően? Megpróbáljuk ezt súlyozni, tehát minden évelején egy pályázati felhívás keretében felkérjük az egyesületeket, hogy tervezzék meg ők is az évi programjukat, elképzelésüket, hogy mit szeretnének megvalósítani.
a képviselőtestület a különböző tevékenységekhez igazodóan keretösszegeket határoz meg, és ezen belül jutnak hozzá a társadalmi szervezetek az egyes támogatási formákhoz. 200 ezer forinttól 600 ezer forintig körülbelül ez a támogatásnak a mértéke. Vannak természetesen kiemelt szervezetek, hiszen a város életében például a katasztrófa védelem ez igen fontos feladat, ezért a bátaszéki köztestületi tűzoltóság, illetve az önkéntes egyesület külön úgymond pántlikázott támogatást kap a várostól a tényleges működési feltételek pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, de a sportegyesület is ebbe a körbe tartozik, illetve a vállalkozók ipartestülete is. Tehát azok a kiemelt szervezetek, amelyek hát nem súlyozva, de mégis itt talán egy kicsit jelentősebb szerepet töltenek be, azokat a város külön támogatásban részesítik. Ezek az egyesületek, amik nyilván itt ugye a város támogatását is megkapják, ők nagyban befolyásolják vagy meghatározzák a város kulturális életét is, de emellett van egy város marketing Kft. A kettő hogy tud együttműködni, kiegészítik-e egymást, és ők milyen eredményeket értek el 2018-ban? Igen, az egyesületek igen aktív szereplői a városunk kulturális közművelési életének, hiszen vannak olyan egyesületek, gondolok én a székelyekre, felvidékiekre, svábokra, akik tevékenysége kimondottan hagyományőrzés és a kultúra ápolása. Az ő rendezvényeik szorosan beleépülnek a város eseményei közé, és fontos elemei színesítik a városnak a programját, de természetesen az általunk létrehozott Marketing Kft.-nek az az elsődleges feladata, hogy a város eseményeit, rendezvényeit előkészítse. Ugye 2018-tól Sötönyi László irányítja ezt a gazdasági társaságot, és Laci meglehetős vehemenciával vetette bele magát ebbe a munkába. Néhány rendezvényt egy kicsit megreformált, gondolok én a március 15-i Pilvax kávéházra. Új elemeket is hozott a rendezvényeink közé, hiszen ebben az esztendőben a holokauszt megemlékezést is tartottunk Bátaszéken. És hát a régi klasszikus rendezvényeink is egy kicsit új köntösbe kerültek, mint a Pünkösdi Rétes Fesztivál, vagy éppenséggel a Majál is. Emellett időseinkre is mindig gondolunk, hiszen idősek napját, a 70 éven felül karácsony ünnepséget is megtartjuk, tehát próbálunk nagyon sok rendezvényt megszervezni, és hát nagyon büszkék vagyunk arra a két rendezvényre, amit 2015 után hívtunk létre, nevezetesen a Városnapját, illetve a bátaszéki bornapok eseményeit, amelyek már túlnőtték a városhatárt, és úgy gondolom, hogy méltán mondhatjuk, hogy ez már a megye kisebb fesztiváljai közé sorolhatók, és hát sokan jönnek megyeszerte, illetve megyehatáron kívül. Ezt folytatni is kívánjuk az elkövetkező időszakban. Fokozni még lehet? Ma a bornapokra gondolok, amikor hömpögő tömeg volt. És hát nem tudom, hogy például a város lakóknak, akik hát most rossz szóval mondva, de el kell szenvedniük nyilván ilyenkor ezt a kis felfordulást, ami van. Tehát zökkenőmentesen tudnak lezajlani ezek a programok? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy természetesen a kulturális értékek közvetítése mellett azért ez egy élhető rendezvény maradjon, létszámában is, körülményeiben is. Többek között arra is nagyon büszkék voltunk, és ezt pozitív kritikaként is megkaptuk, hogy a napi 5500 vendéget köszöntünk itt ezen az eseményen, és a hajnalig tartó rendezvény után reggelre, mintha mi sem történt volna, olyan állapotokat tudtunk a város egész területén biztosítani. Tehát ezekre is nagyon odafigyelünk. Hát minden évben feladjuk saját magunknak a leckét, olyan tekintetben, hogy 3 éves kortól 99 éves korig próbálunk mindenki számára programot szervezni. Ez egyre nehezebb, mert ugye ennek a rendezvénynek is azért van egy korlátja, nevezetesen a pénz. Próbáljuk természetesen a pénzügyi kereteinket is egy kicsit növelni, viszont arra nagyon-nagyon oda szeretnénk figyelni, hogy ez ilyen nagyságrendű életű fesztivál maradjon, már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a minőségi szórakozáshoz azért erre is szükség van. Akkor beszéljünk még a város üzemeltetésről, és ebben kiemelten a külterületi utakról, hiszen itt egy megegyezés is született. Így van. A városüzemeltetést egy kicsit mindig a magyar focihoz tudnám hasonlítani, hogy ez aztán mindenki ért.
Természetesen el is fogadjuk az ezzel kapcsolatos kritikákat, hiszen ezért a városlakók jönnek, mennek, közlekednek a településen, és hát ők is tapasztalják adott esetben azokat a hiányosságokat, hibákat, amelyeket nap mint nap azért megélünk. Ezeket próbáljuk kezelni, megfelelő forrásokat próbálunk biztosítani kátyúzásra, patkázásra, belterületi csapadékvízelvezetésnek a kezelésére. Ezekre a feladatokra mintegy 23 millió forintnyi forrás áll rendelkezés, vagy állt rendelkezése 2018-ban. Ezeket a városnak a saját költségvetéséből kell biztosítani? Tehát nem kapnak hozzá állami segítséget? Minimális állami segítség van. Ilyen közterület fenntartásra, jól emlékszem, hogy 1,8, mintegy 2 millió forintnyi állami forrás érkezik. A többit több, azt... Így van, sőt, ez se elég, hiszen még ennél 10-szer többet rá tudnánk költeni, és az sem biztos, hogy meglátszana minden egyes feladat esetében. Igyekeztünk itt is a tűzoltási feladatokat elvégezni, nem értünk oda mindenhová. Tehát itt azért vannak hiányosságaink és hiányérzetünk. Próbáljuk ezt 2019-ben majd orvosolni. Viszont vívmányokat is tudtunk 2018-ban, nevezetesen, hogy a 17-ben átvett külterületi utakra megállapodást tudtunk kötni a mezőgazdasági gazdákkal, és ők is úgymond a kicsit a pénztárcájukba nyúltak, és támogatást biztosítottak annak érdekében, hogy idén mintegy 2 millió forintot tudtunk költeni a külterületi utaknak a karbantartására. Ezek milyen utak? Ezek földutak javarészt? Hát a részben földutak, vannak szilárd burkolati utak. 2018-ban elsősorban a szilárd burkolatú külterületi utak karbantartását próbáltuk elvégezni. Én úgy gondolom, hogy ez körülbelül még egy 3 éves feladat lesz, mire ezen végigérünk, aztán kezdhetjük előről, és mellette természetesen a fő olyan külterületi utak gondozását is megpróbáljuk elvégezni, amelyek még egyelőre nem rendelkeznek szilárd burkolattal. És a városfejlesztés, itt is vannak eredmények. Így van, a városfejlesztés tekintetében két csoportról beszélhetünk. A felújításokat azt lehet mondani, hogy szinte teljes egészében a város finanszírozta. Összességében a költségvetésen belül mintegy 106 millió forintot költöttünk fejlesztésre. Ebből 20 millió forint érkezett állami támogatásként a városi sportcsarnoknak a felújítására, hiszen ez a létesítmény kapott jelentős hangsúlyt ebben az esztendőben. Mintegy 61 millió forintot költöttünk a sportcsarnoknak a felújítására. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy eredmény egy 35 éves épületen. Még itt is vannak előttünk álló feladatok, mert napokban maga a függönyrendszer mondta fel a szolgálatot, tehát 19-ben is még a csarnokba forrásokat kell biztosítani. De megoldottuk a civilház, Kossuth Lajos utcai civilház tetőfelújítását. Nagyon nagy fegyverténynek tartom, hogy a Baross utcában elvégeztünk egy 250 méternyi útszakasznak a felújítását, megkezdtük a Garai utcának a felújítását. Tehát olyan jellegű adósságokat és feladatokat próbáltunk 2018-ban megoldani, illetve megoldásokat elkezdeni, amely évek óta fontos problémaként jelen volt mindig a város asztalán, és talán most nyugvó pontra kerül. Beruházások tekintetében hát 1,1 milliárd körüli beruházás zajlik, vagy folyik a városban. Ezen kívül, vagy ezen belül a város is saját forrásból végzett beruházásokat a temető területén, többek között, de járdaszakaszokat újítottunk föl. És amit nagyon-nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy idén a beruházásokon kívül a város vagyonát is gyarapítottuk, hiszen napokon belül önkormányzati tulajdonba kerülhet egy olyan impozáns épület, amit mi TSZ irodának vagy számvevőségi épületnek nevezünk, a város egyik legrégebbi épülete, amelyet a város megvásárolt az elmúlt napokban, és 19-ben eldöntjük majd, hogy milyen célt fog szolgálni a város kulturális vagy idegenforgalmi életében. Hát ez is egy fegyvertény, tehát kevés önkormányzat mondhatja el magáról, hogy ingatlant tud vásárolni, vagyon tud gyarapítani. Hogyha a pályázatokról beszélünk, akkor is a városfejlesztésről beszélünk még részben, hiszen gondolom a legnagyobbak a topos pályázatok. Ezek hogy állnak, és van-e mellette más egyéb is? Igen, azt lehet mondani, hogy két csokorba szedhetjük a város pályázati forrásból zajló vagy befejezett beruházásait. Az egyik csoportba tartoznak a topos pályázatok. Itt két beruházást már be is fejeztünk.
A tanúszonda energetikai korszerűsítése az befejeződött, az ünnepélyes átadása néhány héttel ezelőtt megtörtént, most már a pályázatnak a záró szakaszában vagyunk az adminisztrációs feladatokat, illetve hát a mai nap folyamán adjuk át Alsónyékkel közösen megvalósított alsónyék-bátaszéki kerékpárutat is. Ennek nagyon-nagyon örülünk. Zajlik az ipari területünk alapinfrastruktúrával történő ellátása, ott a közművek építése folyik. Én úgy gondolom, hogy tavaszra ez is befejeződhet, illetve kivitelező kiválasztás előtt áll a város az agrárlogisztikai központ megépítése kapcsán. Egy kisebb beruházásunk ugyan elhúzódott a topos beruházások között a gimnázium napelemmel történő ellátása, de 2019 tavaszára ez is meg tud valósulni. A város bejelentkezett még a második körös topos pályázatban az oktatási épületek energetikai korszerűsítésére, illetve a műfáz energetikai korszerűsítésére, reméljük, hogy eredményesek leszünk. És hát zajlik a városban egy másik pályázati forrásból, KEOP forrásból a szennyvízhálózat építése, illetve a szennyvíztelep rekonstrukciója. A telepi rekonstrukció már próbaüzemi fázisban van, a vezetékek építése meg úgy gondolom, hogy tavaszra, koranyára befejeződnek, és hát ezzel a város tényleg 100%-ban csatornázottá válik. Tényleg csak röviden, mert lejárt az időnk, de 2019-ben mire számíthatnak a bátaszékiek, különösen a tekintetben is, hogy önkormányzati választások lesznek? Én úgy gondolom, hogy abban az irányba fogunk menni, hogy mi nem fogunk választási költségvetést készíteni, hanem ugyanazon elvek mentén próbáljuk a 2019-es esztendőt is összeállítani, ahogy ezt tettük a korábbi esztendőkben. Stabilizálni kívánjuk és biztosítani az intézményeknek a működését, és lehetőség szerint azokat a pályázatokat szeretnénk befejezni, amelyekről az előbb beszéltem. És hát amennyiben lesznek lehetőségeink, nem fogunk tártkarokkal ülni a babérjainkon, próbáljuk a pályázati lehetőséget továbbiakban is kutatni, és mindenre rá fogunk mozdulni, ami a város érdekét szolgálja. És hát bízom benne, hogy ezt úgy fogjuk tudni tenni 2019-ben is, hogy méltóság teljesen készülünk fel az önkormányzati választásokra. Ez a képviselőtestület, én úgy gondolom, egy olyan stafétát fog átadni, bárki is kerül majd 19. októberében a város élére, amely jó alapot ad arra, hogy ezt a munkát tovább lehet folytatni, és hát nagyon bízom benne, hogy mi meg méltóság teljesen tudjuk majd ezt a 19-es esztendőt megélni, és úgy fogjuk értékelni saját magunkat, illetve adott esetben az önkormányzati választáson a versenytársainkat, hogy a választások után is egymás szemébe tudunk nézni, és kezet tudunk majd egymással fogni. Ezt kívánom én magunknak a 19-es esztendőre, az év hátra jövő napjaira pedig hát egy áldott készülődést a karácsony ünnepekre, és hát mindenkinek boldog ünnepeket, és nagyon boldog új esztendőt kívánok. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, polgármester úr, nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.